Sziasztok! Örömteli délelőttöt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy velem vagytok. Ma is ez a három kötet lesz terítéken. Akik az utóbbi egy hétben nézték ezeket a délelőtti rénkuckókat, azoknak mind a három kötet borítója ismerős lehet. Hát haladjunk szépen sorjában. Kezdjük az örökzöld Romhányival. Két igazi gyöngyszemet választottam nektek. Borz. A büszke borzanya összetoborzott néhány csellengő borzot, hogy szívének féltett kincsét hat kicsinyét megtekintsék. Nézzétek, ez itt a mennyország, mondta dédelgetve hat egyszülött borzát. Ám a bámészkodók formátlannak, torznak találták a sok torzomborz borzat. Szólt az egyik, egy értelmes forma, kinek kedélyét e látvány felborzolta. Érdekes. Ha belülről elfogultan nézed, ez az alom meleg kis családi fészek. Ha kívülről, s nem vakít el vonzalom, egyszerűen borzalom. A következő versikével pedig a pecásokat szeretném megszólítani. Az én drága apósom, a férjem apukája és tesóm is nagyon szívesen horgászik. Talán apósom még nagyobb pecás, mint tesóm. Úgyhogy őket is szeretném megszólítani, és mindazokat, akiknek ez egy kedvelt hobbi. A vers címe Haldal. Egy potyporonty s egy kis csuka kiúszott a nádhoz, hát ha egy kis kaland finom vacsorádhoz. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, mely a parton ülő horgászban ért véget. Bekapom, ez finom falat, mondta volna a víz alatt a ponty, hogyha a pongyola természet nem teszi némává a halat. Csak kapd! Biztatta volna menten a közismerten rossz májú csuka. Csak a végén meg ne bánd, mert a horgász vele ránt. És ha kiránt? Kis hal iránt irgalmas a rendes pecás, s még nem vagyok 40 dekás. Sületlenség, szólt a márna. Ki lenyelné, pórul járna, mert aki bekapja az ellenség horgát, annak bizony elvágják a torkát. Ugyan, menj a víz alá, förmet rá a ponty. Ilyen olcsó közhelyeket nekem ne is mondj. Be is kapta a csalétket septiben, aztán kisült az igazság tepsiben. Gyermekkoromban nagyon szerettem az úgynevezett tréfás meséket, vagy csali meséket, de hívják őket hazudós meséknek is, ebből választottam nektek most egyet. Rónai György, hazudós mese. A konyhánkban lakott egy elefánt, amely minden tortába beleszánt ormányával. Ormánya van neki, s az édességet nagyon szereti. Az ágy alatt lakott a tigrisem. Annak szóltam, hogy végre rend legyen, s ha vasárnap ebédre torta van, én egyem meg az egészet magam. A tigris ordított egy iszonyút, az elefánt a kis szekrénybe bújt, de az ormánya nagy volt, s mintha nagy kémény volna, a vége kimaradt. Még a tigris kereste szerteszét, az elefánt, hogy észre ne vegyék, szuszogta, s ormánya legott, füstölni kezdett, mint a mozdonyok. S én, képzeljétek, érzem, szinte ráz, mert ment a konyha, ment a ház, kattogtak a sinen a kerekek, s a tigris kezelte a jegyeket.
És én voltam a mozdonyvezető. És jött egy erdő, és jött egy mező, és jött egy tó, és aztán szembe jött egy gyors vonat, és nekünk ütközött, és lett egy rettentő nagy dörrenés. És megrémült mindenki szörnyen. És én megpukkadok bele, mert az elefántnak nincs is kereke. A Szarvasi Cervinus Teátrum vasárnap, így a közeledő költészetnapja alkalmából elindított egy versláncot, és nekem van egy nagyon kedves kis kolléganőm, a valahol Európában egyik gyermekszínésze, Kisvirágnak hívják, és ő Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét választotta, ő volt az egyik kihívottam, és nem csak azért döntöttem most emellett a vers mellett, mert megérintett az ő versválasztása, Radnóti Miklós Nem tudhatom című verse, hanem mert gondolom, hogy sokan vannak közöttetek, Star Wars rajongók, én magam is, a férjem is, úgyhogy Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének variációjaként hallgassátok meg, hogy Lackfi János hogyan értelmezi újra a Radnóti gondolatokat a Star Wars függvényében. Lackfi János, nem tudhatom. Nem tudhatom, a Star Wars-ba mit gondol bele más. Nekem gyerekkorom egy csillagoktól ragyás kis bóvli, messzeringó űrkosz bugyutasága. Ezen ámultam én, kis csóka, számkitátva, s holtomban is talán bevillan ez a film. Sivatag táj, képenben néha adrenalin pörgető pillantással lejabbambul bele, úgy izgatott, kétoldalt mért tárcsás a feje. Tudtam, hogy összejönnek a Luke fiú meg ő, ami csak fél siker, nem én vagyok a nyerő. Gépen szálltak fölébe annak mi stúdió, s a gép vacakdoboz volt, vaknak is látható. Mit rejtett az egész, hogy mégis oly lelkesen ámultunk az üreske kis űr történeten? Tán Darth Vader maszkjában lappangott a titok, zihált és szörcsögött, arctalan pampogott, s galaxis szerte munkát nem végzett senki sem. Lőttek, futottak, hitték, hogy én majd elhiszem, hogy minden pusztítandó, s ki nem öl, oda vész. Nincs idő termelgetni, meg aztán csenevész béna fickó, kinek puskája nem köp tüzet. A legmenőbb meg kardot ránt, le nem lőheted. És ott a légmotor, mely fatörzsek közt suhan, szédülsz, micsoda kattant, olajozott roham. Hát ki nem akart volna oxigéncsónakán ringni a semmiségben, mint legnagyobb vagány? Volt vasrobot, meg szőrmók, rücskös varangypofa, és küldetés, megmentett világ, profécia, kis kölni maradékkal higított bölcsesség, új bűnök, régi vétkek, meg zordon-bordon ég. Leesett álló kölkök, tátogtunk bűntelen, amcsi szupermarketben mennyi jövőterem, s le is árazzák néha, sötét mozikban ontják, csillogó cuccok és páncélok, lej a kontját feledni, hogy lehetne, s ezt a zsibvásárt, ember, boríts el Darth Vader most, éjszínű köpenyeddel. Hát, ennyi lett volna mára. Újfent köszönöm, hogy rám áldoztátok ezt a néhány percet. Továbbra is várom a kívánságokat, óhajokat, sóhajokat, elképzeléseket, akár tőletek gyerekek, akár a pedagógusoktól, akár a szülőktől, akár a felnőtt, de mégis gyermeklelkű rémkuckó rajongóktól. Kívánom, hogy legyen mosolygós a napotok, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és figyeljetek egymásra. Örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!